Ünnepi hangversenyre várták a zenekedvelő komáromiakat a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe január 22-én, amikor a tanulók kifejezetten magyar művekkel koronázták meg az alkalmat. Az Egressy Béni Zeneiskola fontosnak tartja, hogy a Magyar Kultúra Napját minden évben megünnepelje, és igyekszünk természetesen olyan magyar zeneszerzők műveit válogatni erre a hangversenyre, amik gyöngyszemek, illetve olyan kuriózumokat, amit esetleg minden nap nem hallhatunk koncerttermekben. A mai koncert például olyan darabokból állítottuk össze, amik a laikus közönség számára is ismertek, és azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy becsalogassuk az olyan komáromi közönséget, akik azért a nagy általánosságban a koncertjeinken nincsenek jelen, és látva a programot talán egy Kodály Nausicaára vagy egy Liszt szerelmi álmokra eljönnek és meghallgatják. Boldog vagyok, hogy a mai koncerten meg tudtunk szólítani volt növendékeket is, akik zenei pályán tanulnak és a mai koncerten részt vesznek, illetve koncepció volt, hogy a tanárok is játszanak a diákok mellett. Én úgy gondolom, hogy ez emeli a koncert minőségét mindenképpen. Nálunk hagyomány, hogy egy évben egyszer van tanári hangverseny, de ezeket a nagy alkalmakat, neves ünnepeket próbáljuk ezzel színesíteni és magasabb színvonalúvá emelni, hogy a kollégáim is hozzátesznek. És a mai hangversenyen is örülök neki, hogy több számban is közreműködnek. Az első szám például a Vonor zenekar produkciója, amiben volt növendékeink is játszanak, és hát nyilván a jelenlegi diákok. Balázs Árpád egyik művét adják elő. Ez azért is fontos, mert ugye Balázs Árpád itt járt nálunk tavaly, és 80. születésnapját ünnepelte. A Vonor zenekar még nem játszott Balázs művet, úgyhogy ezt az alkalmat találták a legmegfelelőbbnek arra, hogy Balázs Árpád művel hangozzon itt az Egressy teremben a Lehár ifjúsági zenekar részéről. Szólóprodukciók és énekes számok is felcsendültek ismert Kodály művekből, valamint kamaraprodukciókra is sor került. Az Egressy Béni Zeneiskolának az egyik legkiemelkedőbb színfoltja a csoportos zenélés, mind a kamaraprodukciók, mind a zenekarok által, és azt gondolom, hogy sikeresek is vagyunk benne, úgyhogy boldog vagyok, hogy a Magyar Kultúra Napján is megmutatunk ebből egy szeletet. A diákok szívesen hallgatják és játsszák a magyar alkotók műveit, a szolfézsórákon magyar népdalokkal is tüzetesen foglalkoznak. Bartók Béla, Kodály Zoltán művészete, ez azt gondolom minden művészeti iskolában alapvető, nálunk is, sokat is játszunk, énekelünk kórus muzsikával is, akár úgy, hogy ezt nagyon fontosnak tartjuk, de azért hallható Járdányi Pál művészetéből is több darab, itt a vonósok különösen szeretik a járdányi műveket. Ma például egy Lajta mű is elhangzik, nagyon örülök neki énekes számként.
Balázs Árpádot említettem. Gyerekek szeretnek is ilyennel foglalkozni, különösen, hogyha esetleg már tévéből, tehát a médiából ismerik, és a saját hangszerükön is ezt meg tudják szólaltatni, valahogy közelebb érzik a zeneszerzőt magukhoz.